szervezetet tisztítja, sejt szinten ellátja a szervezetet oxigénnel, nagyszenz oxigénnel. Ő az a vegyület, amelyik az O1-et biztosítja a sejtjeinkben. Az O, igen, az a nagyszenz oxigén, igen. Mert a víz, ugye a hidrogénperoxid vízre és nagyszenz oxigénre bomlik a szervezetbe bizonyos enzimek hatására, és fel tudja tölteni a sejteket, el tudja látni oxigénnel, amin a következményében a biokémiai reakciók a sejtekben tökéletesebben tudnak véghez menni. De nem csak ennyi a szerepe, hanem az érrendszerben nagyon-nagyon hasznos és hasznunkra tud lenni, mert a koleszterin, a káros koleszterineket megsemmisíti, a véredényeket megtisztítja, tehát rugalmasabbak lesznek, azon kívül oxigénnel ellátja a vért, a sejteket, a szöveteket, az egész szerveket, tehát szerepe nélkülözhetetlen, én úgy mondanám. Tételezzük föl, hogy ismerek is ilyen embereket, súlyos asztmával bír valaki, vagy súlyos asztmától szenved, hogy helyesebben fogalmazok, hogyha megkeresi önt, vagy elolvassa az ön könyvét, akkor a hidrogénperoxid segítségével nagy esélye van arra, hogy tünetmentessé váljék? Igen. Igen. Nem kell engem felkeresni. Ilyen felkereshet éppen, de a könyvet elolvassa, és bizalmat tud meríteni belőle, akkor mindenképpen is elkezdi a szedését, akkor mindenképpen jelentős javulás fog bekövetkezni. Egyetlen egyet szögezzünk le, hogy a hidrogénperoxidnak akkor van igen jó hatása, ha azt vénába kapja. Magyarországon ez nem ismert, Magyarországon ezzel senki se foglalkozik, félreértések elkerülése véget én se, semmi se bizonyítványom nincs arra, hogy foglalkozhatok ilyennel, de nem is tudnám, hogyan kell az injekciós súlyt a kezembe venni, úgyhogy távol áll tőlem. Ez azt jelenti, hogy ez a hidrogénperoxid nevű csodaszer, ez akkor hatna igazán, hogyha vénásan kapná meg a beteg, és nem úgy, hogy szájön át fogyasztja? Akkor erősebb, hamarabb ér eredménytel, és hát a hatékonysága is magasabb, hogyha vénán keresztül kapja ezt a szert, de nem kizárt, hogy perorális úton is lehet szedni, rektális úton lehet, bedörzsölés, borogatás, orrba csöpögtetni, fülbe csöpögtetni, tehát mindenre egy univerzális szer. Ezzel orosz és amerikai orvosok, professzorok, magasan elismert szakemberek foglalkoznak. Magyarországon valamiatt ez a szer nem lett népszerű. Jön, hogy ismerte fel ezt a szert? Hogy találkozott vele? Hogy ez több, mint egyszerű gyógyászati mellékanyag, egy nagyon olcsó mellékanyag, ha jól fogalmazom, de ha nem, akkor ezt ne helyesbítsen. Hogy találta arra rá, hogy ez a hidrogénperoxid jóval több? Igen, mint, nem én találtam rá, nem, távol áll tőlem, én csak ismertetem az olvasót, mert úgy érzem, hogy a magyar olvasónak és a magyar embernek is szüksége van tájékozottságra, ismeretekre, és lényegében, ha fellapozza a könyvem utolsó oldalt, legalább 20 szerzőnek a könyvét dolgoztam fel, és azokat állítottam párhuzamba, és azoknak a munkáival ismertettem meg az olvasót, tehát az én személyes tapasztalataimat, mint esetleírást odaírtam, de én tudományos megfogalmazást a szernek a hatásáról nincs is jogomba, mert nincs mögöttem se laboratórium, se kutatóintézet, tehát csak azt tudom leírni, amit másoknak a könyveiből olvastam és merítettem. Azokat tudom párhuzamba állítani. De az ön tapasztalatait is hozzá tudja tenni. Hogyne, egyértelmű meg a lap, amelyben publikálok, a lap olvasóinak is a visszajelzéseit belefoglaltam a könyvbe sok esetben. Nincs ebben kockázati tényező? Tehát valami olyasmit állít ön, amiről kiderülhet, vagy már tudják is, csak még esetleg ön nem tudja, vagy a betegei, vagy a kezeltjei, hogy ez veszélyes? Én nem állítok semmit se. Én csak továbbítom azt, amit külföldi tudósok megírnak. Például Naomi Wilkin professzor, akadémikus, nemzetközi elismert szakember, eléggé egyértelműen írja cikkeiben, hogy fogyasszuk a hidrogénperoxidot. Persze megfelelő dózisban, ahogy ő ajánlja. Azt mondja, az egészségesek azért fogyasszák, hogy ne legyenek betegek, hogy egészségesek maradjanak. A betegek meg azért, hogy a betegségük megszűnjön, tehát gyógyítsák magukat hidrogénperoxiddal. Nem csodaszer a hidrogénperoxid, mert a tudományos orvostársnak sok módszerre, sok-sok
részletkérdését figyelembe kell venni, hiszen az orvosok az emberekkel személyes kontaktusban vannak, egy könyv ezt nem teheti meg. Azon kívül az orvosok tudnak diagnosztizálni. Az orvosok odafigyelnek olyan részletekre, amiből egy könyvből esetleg a beteg nem tud odafigyelni. Tehát minden esetben, ha elkezdünk egy öngyógyítást, akkor érdemes előbb egy szakorvost felkeresni, megkérni a véleményét az orvosnak, és utána álljunk közösen megbeszélni a stratégiát, és akkor álljunk neki az öngyógyításnak. Tudja, miért is jutott az eszembe? Mert jól emlékszünk Bújtori István történetére, aki egy lébőt kúra közben lett olyan beteg, hogy aztán legnagyobb bánatunkra és szomorúságunkra és a magyar színházművészet legnagyobb veszteségére meghalt. Igen. A hidrogénperoxidot, ha elővette volna, akkor biztos, hogy azt hiszem kandida fertőzést mondott a tévé, tehát abban halt bele. De a kandidát szépen lehet gyógyítani hidrogénperoxiddal. Említett egy beteget, akinek fájt a gyomra, hasa az önkezelésétől, és kiderült, hogy... Nem az önkezelésnél, az önkezeléstől. Az önkezeléstől, bocsánat. És kiderült, hogy komoly emésztési zavarai vannak, és ön azt javasolta, hogy át kellene tisztítani, át kellene mosni a vastagbél májegyebeket. Hogy kezdődik egy ilyen kezelés, hogy először lébőt kurával, bármiféle más folyadék kurával át kellene tisztítani az egész szervezetet, és utána jöhetne a célzatos, tehát mondjuk a betegségre összpontosított, vagy koncentráló kezelés? Igen. Én a lébőkurát annyira ismerem, de nem foglalkozok ilyennel, ezt én átadom azoknak ezt a szerepet, akik ehhez jobban értenek. Én az ajurvédikus módszereket tartom, helyezem előtérbe. Az nem lébőt, vagy nem lébőt orvoslás például, hogy gyomorégésre sárgarépa levet javasol? Vagy burgonya levét? Nyers burgonya levét? Népi gyógymódokként. Ez egy ilyen gyors megoldás problémákra. Gyors, meg ez nem kezelés lényegében. Ez fáj a gyomorégésünk van, akkor egy kis krumplilét megiszunk, vagy sárgarépalét. Ezek ilyen gyors megoldás. Van, aki szódabikarbónát egy kis kanállal bevesz. Ezek ilyen hétköznapi megoldások, amik nem igazán komoly betegségek kezelését ként beszélhetünk erről. Tehát a lébőtkorra sokkal komolyabb attól, mint amikor gyomorégésnél egy kis krumplilét megisszunk. Lébőtkorral, tehát léfogyasztással, gyümölcslevek, zöldségleg fogyasztással lehet nagyon komoly eredményeket elérni az epekő kihajtásánál, a vesekő, stb. Vannak ilyen módszerek. Ez egyfajta általános méregtelenítés? Nem, ez szélzatos kezelések. Az általános méregtelenítés az, amit mondjuk én ajánlom a Szervezet Tisztítása című könyvemben. A vastagbél tisztítást, hát én nem lébőr kúrával ajánlatom, hanem azt mondom, vegyünk egy irrigátort a gyógyászati segédeszközök boltjába, 1500-1800 forint körül van az ára, és végezzünk allövetet, beöntést. Tehát saját magunknak egy purgálásnak tevezték ezt régen? Hát nevezhetjük annak is. Purgálás az inkább, hogyha megisszük a keserű sót, és a bizonyos arányba megisszük, és utána tényleg kitisztítja a bélcsatornát. Kicsit bizarrnak és bátortalannak hangzik az, hogyha itt egy saját magunkat beöntésre jutalmazzuk. De hát kell annyira. A kórházban is, nekem soha nem volt még szerencsé, de a kórházban is nagyon kínos. Hát a kórházban, amikor négy előtte még nézik, amikor csinálják, bizony egy kicsit igen. Lehet, hogy kínosnak tűnik az állapot. De amikor elkészítjük azt a 2 liter beöntésre való lét, bemegyünk a fürdőszobába, és ezt magunknak, lesz, ami lesz. Magunknak elvégezzük, akkor talán nem is annyira kínos, legfeljebb újszerű, és izgalommal várjuk, hogy mi fog bekövetkezni, és amikor látjuk az eredményt és a jó eredményt, és azt látjuk, hogy könnyebb, a közérzetünk, jobban érezzük magunkat, akkor belebátorodunk, és akkor elvégezzük az egész kúrát úgy, ahogy kell. Hát ez nem más, mint az agyon reklámozott kolonhidroterápia. Hát az sem más, ugye 2 csövet bevezetnek a végbél nyílásba, egyikbe a folyadékot, a mosófolyadékot bevezetik, a másikra pedig kiszivattyúzzák az elhasznált folyadékot, persze ott szakszerűen csinálják, proktológusok, kamera van, látják, vagyis a képernyőn keresztül látják a szennyeződésnek minden fokát, minden négyzetcentiméterét, és
ezt elvégezik 4-szer, 5-szer ugye, hogy eredményt érjenek el. Hát persze ezek mégre drágák ezek az eljárások, több 10 000, lehet, hogy több 100 000 forintba kerülnek. Én viszont nem vagyok gazdag ember, szegény ember vagyok, ezért én hozzám hasonló embereknek írom az eljárásokat, akik ugyanezt az eredményt, amit a több 100 000 forintért egy komoly központokban végeznek, tehát el tudják végezni mondjuk 2500-3000 forintért otthon. Egy kis idő ráfordítása. Nehogy cinikusnak véljen engem, mert nem vagyok az, de ettől a fajta izgalomtól mentse meg engem a teremtőm. Hogy én otthon a fürdőszobában izgatottan várjam, hogy mi történik ezek után. Nem ön az első, aki így vélekedik, és amikor megteszik mégiscsak, akkor nagyon szép eredményről számolnak be. Ezt higgyel nekem, sőt a számítógépemen egy albumnyi fotót küldenek, tudok összeszedni már akár, az olvasók és a könyv vagy a lap olvasóinak a fotóiból, e-mailjeiből, amiken elküldik a egy-egy tisztításnak az eredményeit lefotózva, hogy mik távoztak a szervezetükből, főképp a máj tisztításnál például. Hát olyan eredmények vannak, hogy egyszer elkápraszt, majd ha egyszer lesz rá pénzem, akkor gyönyörűség kiadok. Gyönyörűség fotókat. Érdekes. Ha nem is gyönyörű, de érdekes. Tehát úgy az ember elgondolkozik rajta, hogy tényleg ilyesmik vannak a májunkban, vagy az epehólyagban. És hát lényegében egy májtisztítást, ha elvégzünk, nem egy bonyolult dolog, van többféle változat. Mondjon el egy májtisztítást. Mit kellene csinálnunk ahhoz, hogy megpillantassuk mi is azt a sok csodát, ami a májunkból érkezik? Igen. Én az ajurvédikus módszert ajánlom, ami nagyon közismert, de van lébőt, vagy lé-terápia is, mondjuk a reteklevével és mézzel, ha végezzük, majd mindjárt visszatérek az eredeti gondolatomra, tehát lehet reteklével, fekete reteklével is végezni májtisztítást, ehhez 3 kiló fekete reteknek a leve, körülbelül 1 liter lé lesz belőle. Egyébként nagyon finom a fekete retek, és mondják is, hogy nagyon egész. Hozzá 40 deka mézet belekeverünk, és mindjárt kezdhetjük is a kúrát. Napi 8 kanál evőkanállal kell ebből a léből elfogyasztani, 3-szor étkezés, főétkezés előtt, 2-2 evőkanáljával a 7.-8. kanál pedig lefekvés előtt. Orálisan fogyasztjuk. Igen, szájon keresztül, így van. A kávé az, amit nem morálisan ajánlok. Az, de más téma. Kávét. Fekete kávét. Igen, inkább allövetként. Tehát az análisan ajánlja. Tessék? Análisan ajánlja. Igen. Ebbe bele sem merek menni. Én nagyon szeretem orálisan alkalmazni. Jó, finom, teljes kávét reggel. Különböző hatások. Visszatérve a májtisztításra, hogyan is végzik a májtisztítást? Nem én találtam ki, leszögezem. Én csak továbbítom azt, amit szentjeink, egykoriak csináltak, végeztek, tudósok, híres emberek, orvosok, módszerek, ajurvédikus módszerek, kínai, stb. Tehát ezek szerint, és én is ennek vagyok a híve a májtisztításnál, hogy ez lényegében egy műtét, amit szike nélkül végzünk el. Egy hétig elő kell készíteni a szervezetet erre a műtétre, úgy, hogy vegetariánus kosztra térünk át. 3-4 nappal a tisztítás előtt érdemes a testünket felmelegíteni, szaunába járni, meleg fürdőt venni, kádfürdőt venni, amire lehetőségünk van, ha nem, akkor meleg zuhanyt legalább, hogy a testünk fellazuljon, felmelegítjük. A tisztítás napján még szintén ehetünk reggel, a megszokott reggeli lehet, délben gyengébben leves elfogyaszthatunk, vagy ehhez hasonló valamit. És úgy 2 óra tájékán, délután 2 órakor egy meleg tömlőt tegyünk a májunk területére. Ezt a tömlőt ott tartjuk este 7 óráig. Ez hőpalasznak is mondják, gumitömlőnek, ahogy akarjuk. Forrósó is lehet például, vagyis melegsó, bocsánat. Melegsó, lehet az is, az is lehet, hogy ne. Az tovább tartja a meleget csak. Igen, aztán cseréljük, azt újra felmelegítjük. 7 órakor leülünk egy asztalhoz, magunk elé teszünk 2 poharat, egyik pohárba olaj van, a másikba pedig citromlé, és elkezdjük kortyolgatni.
Az olaj az lehet napraforgóolaj, lehet lenolaj is lehet, kukoricaolaj, olívaolaj, kinek mihez van kedve. Lehet hidegen sajtot, lehet finomított, a tisztítás véghez fog menni akkor is. Elkezdjük kortyolgatni az olajat, utána a citromlét, megint az olajat, megint a citromlét. Egy óra, két órás folyamat körülbelül, amíg az egészet, ezt a két pohár italt legyűrjük, és utána visszatehetjük a tömlőt a májunk tájékára, 10 óra körül lefekszünk este, és várjuk a csodát. Nem kell nagyon izgulni, a csoda be fog következni általában. Csoda az idézőjelben, mert nem csoda, hanem tudjuk, hogy mi ez tudományosan meg van magyarázva, hogy mi történik. 11 óra és hajnali 1 óra között körülbelül, vagy 3 óra között a májunk tájék elkezd púzálni nagyon erősen. Amikor először csináltam ezt a tisztítást, meglepett engem, hogy az, amit olvastam, az megtörténik, és tényleg a máj tájék nagyon erősen, hevesen púzál. Ilyenkor a máj kilöki magából a szennyt. És reggel, ha elvégzük a nagy dolgot, a bél ürítést, akkor a WC kagylóba belenézünk, akkor ott fogjuk látni az eredményt. Fényképezőgépet ne felejtsünk el. A kövek ott fognak lenni, lehet első alkalommal nem, de a második bélürítésnél bizony szép számban ott lesznek a kövek. Közben egy allövetet lehet csinálni, végezni magunknak, hogy felgyorsítjuk ezt a folyamat, hamarabb tisztuljon a bél. Anélkül is meg fog történni, ha megcsináljuk, akkor felgyorsítjuk, tehát ennyi kell mindössze a máj tisztításhoz. Utána gyengeség lesz egyértelmű, hiszen ez egy műtét volt, tehát a közérzetünk érdemes pihenni, fizikai munkát nem végezni, és utána még egy hétig, ha lehet, akkor a vegetariánus étrendet tartsuk be. Hát ez a máj tisztítása. Ezt milyen gyakran kell megismételni, hogyha utána visszaállok a szokásos életmódunkra? Igen. Ajánlott kétszer egy éven ezt is elvégezni. Sőt, első évben háromszor, négyszer is elvégezhetjük. Lényegében a májnak négy szegmense van, és mindegyik szegmens valahol termeli, vagy benne vannak ezek a kövek, és azt mondják az okosabb emberek, tőlem okosabb emberek, hogy minden szegmens külön tisztul. Tehát érdemes négyszer akár elvégezni első éven ezt a tisztítást, utána pedig évente egyszer-kétszer hasznos. Ugyanúgy, mint a vastagbél tisztítást, azt is évente egyszer-kétszer el kell végezni. Ez se új, mert a szláv Bibliában megtaláljuk Jézusnak az intelmeit ezzel kapcsolatban, a vastagbél tisztítással kapcsolatban, ha érdekli, elmondom. Rövid. Mondjál. Egy rendezvényen, egy ilyen összejövetelen a betegek oda mentek Jézushoz, és arra kérték, hogy mondja el nekik, mert hogy okosabb ember, mint ők, hogy miért is vannak a betegségek. Jézus nagyon egyszerűen válaszolt az embereknek. Azt mondja, hogy ti gyakran elfelejtitek, hogy a föld anyának a fény, a levegő, a víz és a táplálék angyalainak vagytok a gyermekei. A külső tisztaságra odafigyeltek, de a belső tisztaság épp annyira fontos, vagy még fontosabb, mint a külső tisztaságunk. Az ember gyakran egy sírhalomra hasonlít, amely kívülről ki van díszítve, belülről pedig a férgek rágják. És ezért Jézus azt mondta a körüléje összegyűlt embereknek, hogy nagy bőtbe keressenek egy tököt, aminek kiszedik a belsejét, és egy hosszú szára legyen legalább ember magasságnyi, menjenek ki a város szélére, a tököt kössék fel a fára, töltsék meg napon melegített vízzel, a tök szárát vezessék be a testükbe, és hagyják, hogy a folyadék előtte boruljanak le térdre a víz angyala előtt, és vezessék be a tök szárát a testükbe. Amikor ez megtörtént, ezután, amikor a víz elhagyja a testet, akkor szemükkel fogják látni, és orukkal fogjuk érezni azt a szennyt, ami a testünket elhagyja.
Az a baj, hogy erre nem emlékszem a négy evangéliumból, pedig mind a négyet volt szerencsém olvasni, nem is egyszer. Igen. Folytatom még Jézusnak a szavait. Ha ezt elvégeztétek, ezt végezzétek el annyiszor, amíg el nem éritek azt, hogy a testeteket elhagyó folyadék nem lesz olyan tiszta, mint a patakok habja. Tehát ez egy olyan 2000 éves intelem, ami ma is él, ma is működik, érdemes ezt elvégezni. Szavaira reagálva, igen, nem ön az első, aki ezt a kérdést feladja, és joggal. A katolikus Bibliából ezek a szavak hiányoznak, ezek az intelmei Jézusnak. Általában inkább a spirituális, egyéb jellegű intelmei vannak benne. A Jézus foglalkozott a szervezet gyógyításával is, nagyon sokat foglalkozott, nem csak szelleműzéssel, és ezek a témák ki vannak hagyva a katolikus Bibliából, a Károly féle fordításból. Ellenben a pravoszláv Bibliában ez megtalálható, az oszláv Bibliában. Ezzel nagyon sokat foglalkoztak a 40-es években tudós emberek, és meg is találták az anyagot a császári könyvtárban, és amikor ezt az anyagot lényegében János evangéliumában van található meg, és amikor ezt összehasonlították a Vatikánban lévő eredeti Biblia anyaggal, egy az egyben azonos volt, tehát nem kitalálmány, tudományos eredete bizonyított ennek a szövegnek. Ez messzire vezethetne, ez a történet, és jó is lenne folytatni, mint a beszélgetésünket, de tudja, hogy véges a határidőnk, inkább talán a közeljövőben, vagy egy következő alkalommal beszélgessünk még akár a harmadik könyvéről, a Mítoszok és Realitások a népi gyógymódok világából címűről, azt hiszem ez egy nagyon érdekes téma, és egyáltalán az előadásainak az értelme,